Több ciklusban polgármester és országgyűlési képviselő is volt Csabai Lászlóné, eddig hétből hétszer nyert a választásokon, most az első számú választókerületben második helyen végzett az MSZP. Vennük a stúdióban Csabai Lászlóni, az egyes számú választókerület MSZP és képviselőjelöltje, egy sokkal üdvözlöm. Kérdését Ön ugye a második helyen végzett, hát első körben arra lennék kíváncsi, hogy hogyan értékeli magát a kampányt, hogyan zajlott a megítélése szerint. Vannak a kampánynak pozitív elemei, és vannak negatív elemei. A pozitív elemei, hogy sok emberrel találkoztam, és nagyon jó beszélgetéseket folytattam. És ezek a beszélgetések jók voltak arra, hogy az ember ismét belekerüljön a közéletbe, és lehessen érezni, hogy az emberek mivel foglalkoznak, mi érdekli őket, mi a, mi a gondjuk. Aztán vannak negatív részei a kampánynak, ez. Az az egyensúlytalanság, ami megjelent. E, és e, talán az önök televíziója, meg egy, még egy másik rádió az, aki legalább törekedett arra, hogy, e, hogy viszonylag e, adjon lehetőséget az ellenzéki képviselőknek. Ez sajnos se a napi, se a heti lapnál nem jelent meg, e, és hát az országos televízióknál sem. Én azt gondolom, hogy ilyen mértékű egyensúlytalanság a rendszerváltás óta nem volt ebben az országban. És a másik, ami negatív volt számomra, hogy az ellenzéki képviselők viszonylag keveset foglalkoztak a fidesz és gyakorlatilag a legfőbb gondjuk az volt, hogy hogy lehet az én választóimat rólam leválasztani, hogy lehet engem arra rákényszeríteni, hogy bárki javára lépjek vissza. Tehát akkor Ennek ön szerint ellen... az ellenzéki oldalon sem volt ilyen szinten összetartás, hanem Éh. sőt még az ön önszavazói. Így van, próbálták. És, és ebbe néhány ellenzéki képviselő elég tisztességtelen eszközöket is felhasznált. Ezt én mondhatnám az, hogy tanulatlan, vagy nem elég intelligens, vagy egy egyéb jelzőket is mondhatnék, de de én ezert túl tettem magam, tehát nekem nincs ebben a dologban rossz érzésem én nem bántam meg, hogy elindultam. Én pontosan kiszámoltam, hogy hány szavazatot lehet szerezni, milyen helyzetet lehet létrehozni. Ezt a pártnak a támogatottságából, az én elfogadottságomból, elismertségemből ki lehetett számolni. Mi 28%-ot számoltunk, amikor elindultam, 32 lett, tehát én túl teljesítettem, és azért az a 16 ezer szavazat, vagy több mint 16 ezer szavazat, amit kaptam, az egy, az egy fantasztikus bizalom. Azután, hogy én 10 éve kiszálltam, vagy 8 éve kiszálltam a politikából, ez pontosan annyi a város kétharmadán, mint amennyivel polgármester lett Kovács Ferenc 2014-ben. Tehát én nagyon hálás vagyok ennek a 16 embernek, hogy úgy érezte, hogy a szavazatát rám adja. Tehát akkor ön azt mondja, hogy így is elégedett? Gondolom azért nem esett volna rosszul, hogy persze, hogyha. Persze, persze, de, de és elsősorban nem is magam miatt, hanem hanem az ország miatt, a párt miatt fontosnak tartottam volna, hogy, hogy győzzek, azért, mert van elképzelésem a világról, van elképzelésem arról, hogy mit kellene a megyében, a városba tenni, és Szabó Tündével nem lehetett vitatkozni, mert tünde járt egyik sportrendezvényről a másik sportrendezvényre, végig mosolyogta a kampányt, és igazán semmiről nem volt véleménye, nem tudtuk, hogy mi a véleménye az ország égető problémáiról, ezért nem is lehetett igazán vele vitatkozni, azt gondolom, hogy... Nekem több elképzelésem, meg több tervem volt ezekre a dolgokra, de magával, azzal, hogy hányan szavaztak rám, azzal én elégedett vagyok. Ön úgy fogalmazott, hogy ugye nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy ismét bele, belekerüljön a vérkeringésbe. Miért akart újra belekerülni? Miért volt ez fontos? Én nem akartam. Én nem akartam. Én belekerültem ebbe a helyzetbe, mert. Mi, mi, két évvel ezelőtt eldöntöttünk, hogy eldöntöttük, hogy nem pártpolitikus fogunk jelölni, hanem független embert, és mivel az egészségügy ma az egyik legvitatottabb és legproblémásabb területe a társadalompolitikának, mi mindenképpen orvos szerettünk volna. És találtunk is olyan orvosokat, nem egyet, többet, akik hajlandóak lettek volna elindulni, még azon az áron is, hogy sajnos a törvény nagyon rossz, mert még a magánpraxis se engedi meg. És amikor a botkalásztó visszalépett, akkor ők visszaléptek. És a párt abban a helyzetbe került, hogy vagy egy olyan embert indítunk el, aki nincs benne a közéletben, nincs benne a nem ismerik a nevét, vagy pedig egy ismertet. Mivel Jeszedzki András nem akart elindulni, ugye én voltam az ismert, akit nem kell felépíteni. Mert tehát azt tudni kell, hogy akit újból fel kell építeni, ahhoz idő és pénzre van szükség, és se időnk, se pénzünk nem volt. Ezért lettem én a képviselőjelölt de, hát én, hogy mondjam, tisztességgel végigcsináltam, és nem bántam meg, hogy elindultam. Nincs bennem emiatt rossz érzés. Igen, mert mondja, hogy ugye végignézte a lehetséges végkimeneteleket, és Igen. akkor, akkor nem tartott attól, hogy esetleg volt eset a Tudja, az emberek különbözőek. Van, aki mondja, hogy na, most megbukott, hiszen én hét választáson indultam, és hétszer győztem. Na most mutasson nekem sok ilyen embert, aki ezt csináltak. És ha tud sokat mutatni, akkor én természetesen odállok szívesen melléjük. Az, az, azt gondolom, hogy nekem többet jelent az, hogy megyek a boltba, például ma is, és jön hozzám ember egy ember és azt mondja hogy nagyon hálásak vagyunk önnek hogy elvállalta és az a, az a rengeteg levél, meg telefon, amit az elmúlt két nap kaptam, az azt bizonyítja, hogy az embereknek egy hitet és reményt adtam. És ha csak ennyit adtam, és ha még nem is teljesült be, én akkor azt gondolom, hogy akkor is teljesítettem, amit én akartam. Hogyan tovább? Hiszen az MSP országos elnöksége lemondott, ön pedig megyei a Lesz ennek valamiféle következménye akár az öntiségére nézvést is? Illetve hogyan tovább MSZP, hogyan tovább helyezik? Hát bizze, én, én ugye én 2010-ben elmondtam, hogy én nem akarok funkciókat. Most is ugyanezt tudom mondani. Az első adandó alkalommal, amikor én ezt meg tudom tenni, és van olyan ember, aki szívesen vállalja, én bármilyen funkciót átadok. Egy dolgot meg fogok mindig tartani, ez a városi elnökség, mert én ezeket a fiatalokat akarom segíteni. Ez a kampány arra alkalmas volt, hogy egy ilyen 15-20 fős fiatal csapat, 25 és 45 közöttiek képzettek, felkészültek, politikai irány fogékonyak, ezek összekovácsolódtak most, részben a szellemi, részben a fizikai munkában, és én nekik segíteni akarok. De, de nem biztos, hogy a kirakatban, hanem lehet, hogy hátul gyűjtök nekik anyagot, készítek nekik anyagot. Tehát ez lesz az én feladatom, és én ezt nagyon szívesen fogom csinálni. Tehát ön azt mondja, hogy a is lesz kinek átadni a megyei alelnökséget, ön átadja. É, igen, igen, mert nekem nem funkció kell. Engem már, nekem annyi funkcióm volt, hogy, hogy engem a funkciók már nem érdekelnek. De, de hiszem azt, hogy egy egy ilyen országnak, mint Magyarország, általában is az országoknak, de Magyarországnak, ahol ilyen nagy jövedelmi különbségek vannak, ahol ennyi a hátrányos helyzetű ember, ott igenis szükség van baloldali pátra. Hogy ez most az MSZP lesz, vagy más, azt majd az élet fogja bizonyítani. Nekem az is jó, ha lesz egy másik, nagyon hatékony és nagyon jó baloldali párt. Amíg az MSZP van, nyilván én addig azért fogok dolgozni, hogy ez a váltó baloldali párt az MSZP legyen. Köszönjük szépen, hogy itt voltam. Kérem szépen.